Ez egy nagyon szuper fumble aréna. Az a lényege, hogy bent van egy világító fal, vagy hát először nem világít, viszont amikor eltalálod ezeket a kockákat, ilyen kockákból vannak összerakva ez az óriás fal, és akkor eltalálod, akkor világít. Ugye vannak különböző szintek, valamikor azt kell eltalálni, ami már világít, és amikor 10 találatot elértél, akkor kiírja, hogy nyertél, abban marad a zene. Egyébként azt kell tudni róla, hogy ilyen elég jó buli hangulata van, sötét van benne, és ugye van ez a fumble, ez a világító fumble, amit meg lehet nyerni 20 kupak összegyűjtésével, és nagyon jól néz ki a sötétben, és emellett folyamatosan szól a diszkózene, amit magyar DJ-k és magyar zeneszerzők állítottak össze, szóval szerintem, aki szeret bulizni, szeret focizni, az egy tökéletes helyszín lesz számára. Egyáltalán nem vágom a focit, és valamilyen szinten nem is szeretnék így ebbe belefolyni. Szerintem ez nagyon fiús téma. Én mondjuk kimondottan nem szeretem, amikor egy lány nagyon-nagyon érti a focit, nagyon belemagyaráz. A nők szerintem, amikor valamit megértenek, akkor szeretnek belemagyarázni. És annál idegesítőbb nincs, mint amikor kint vagy egy meccsen, és egy nő melletted dirigál a pályára. Én ezt meghagyom a fiúknak. Persze természetesen Robi már próbálta elmagyarázni a dolgokat, próbálom fel fogni, viszont nagyon szeretem a foci meccseket, imádom, hogy összehozza az embereket, a VB alkalmával is mindig kiülünk valahova, együtt vagyunk a barátokkal, csomó dologról van beszélni való, mindig történik valami extrém helyzet, úgyhogy szerintem a foci ez egy nagyon-nagyon jó dolog, amellett, hogy ugye egészséges és sportos életet is biztosít. A Sugarbird-el és a kollekciómmal az a helyzet, hogy mindig meglovagoljuk az adott szituációt, az adott ünnepet. Ez nem azt jelenti, hogy én hú, de nagy focista vagyok, azért, mert nekem lett egy foci kollekcióm, hanem ezzel szeretnék kedveskedni azoknak, akik esetleg szeretik a focit. Egyébként én is szeretek meccseket nézni, miért ne vehetnék fel egy ilyen pólót, de karácsonykor, valentinnapkor, nyaraláskor vagy nyáron mindig jönnek a kollekciók. Folyamatosan gondolkodni kell, hogy mi a következő ünnep, akár valentinnap, vagy bármilyen, vagy jön az ősz, és akkor egy őszi indián nyár kollekció, szóval mindig agyalni kell, hogy mi a következő dolog, amire lehet alapozni egy egész kollekciót, így jött a foci VB is, hülye lettem volna nem meglovagolni ezt. Szerintem egy gyönyörű kollekció lett, Miss Kéké volt a grafikusom, aki egy street art művész, és tényleg néha eszeveszettől el tud borulni, és gyönyörű grafikákat tud létrehozni, és nekem az volt a kérésem, én ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy összerakok egy ilyen montást, ami felidézi azt a hangulatot, amit én szeretnék látni a kollekcióban. Ez azt jelenti, hogy brazil színeket, a brazil zászlót, papagájtól kezdve mindenféle olyan brazil dolgot beraktam, ami Rióra vagy a focira emlékeztet, és akkor a grafikus ebből már így szárnyakat kap, és egy egész kollekciót meg tud tervezni, úgyhogy Miss Kékével együtt és Paragandival a tervezőmben nagyon jó kis kollekciót alkottunk szerintem. Szia Bence! Neked hogy tetszik Lukai Reginának a Sugarbird-ös focis kollekciója, ha már itt tartunk? Szerintem nagyon jó, nagyon tetszik. Nem tudod, milyen kollekcióról van szó, ugye? De, mert követem az Instagramon, és ő is követ, és ti is kövessetek engem az Instagramon, meg a Facebookon is, meg őt is. Szóval, de szoktam látni a kollekciót, és szerintem nagyon menő. Tényleg tetszik. Hangos szurkoló vagyok, igen. Tehát én azért, amikor mondjuk a kaputól már egy olyan 4 méter előbb, akkor én már felkiválok, hogy GOL! Aztán mégsem gól. És az őrületbe kergetem azokat, akikkel általában nézem a meccset, de ez engem nem zavar. Ez a lényeg. Még a fumble-ról mondj nekem pár mondatot, hogy tetszik. Kipróbáltad? Kipróbáltam, igen. Nagyon jó. Fantasztikusnak is nevezném már. A Regivel együtt játszottunk, és ketten nagyon kiegészítettük egymást. Ő dobált, én rúgtam, és így a maximum pontszámot értük el. Nagyon ügyesek vagytok. Hát nagyon szépen köszönjük.